The monsters, they are letting me pass. It's my body. The growth. I have to cleanse it. Megfertőzték, és azt mondja, hogy meg akarta magát tisztítani. Aha. Azt mit ű? Lehet, hogy belepetéztek. Na, ezt halljátok? Milyen aranyos, hogy így azonnal, ahogy sötétbe kerülünk, így bekapcsol valami elemlámpa. Hú, de jó lesz ez! Igen, ezt akartam mondani. Ja, hogy itt is vannak. Restores power to gadgets. Ó, na most végre el tudtam olvasni. Tehát az a... így most már értem. Tehát, hogyha elhasználok mondjuk a shieldbe egy kis energiát, akkor ez a sphere tölti föl. Maxon vagyok, úgyhogy nem tudtam fölvenni. Jó, mire tudom még használni azt a szart? Energiatöltésre igen. Ez ilyen resistance booster, az annyira nem. Viszont a shield, aha, és akkor a shield az most már maxon van. Mert felvettem egy olyan sphere-t. Aha, király. Előre egyébként a jég és az elektronosság az egy sokkal jobb elementnek tűnik, tekintettel arra, hogy minden vizes. Aha, ott van az a Sauron szeme. Ezzel a tempóval fogunk végigmenni? Tehát, hogy... Na, kösz. Ó, oké. Kocka. De most elhasználhatjuk, mert legalább lesz hílám. Nincs jól, szerintem. Richard, nem Robinson. Lehet mindkettő. Nem tudok leesni. Egy ilyen buta biztos játék. Az az egyik társam? Eléggé úgy néz ki. Commander Robinson? Ő Commander Robinson. I've been waiting. Mi a fasz? So long. Mi van, Xavier? But the fear. Richard. Ah, ő nincs túl jól. The fear kept me sharp. Oku. Must be cleansed.
Aha, ezt nem fogom lefagyasztani, ahogy látom. Aha, ezt nem kellett volna. Mekkora heréd van, tesó? Hú, 1600-at kapott a herébe. Infesting the water. Heréket elő. De ne üssél már, mikor kilóg a heréd. Aha, aha. Aha, ez itt nem jó. Aha. Oh. De here fejű kém. A kurva istenit. De nem áll! Állj, stopp, stopp! Időt kérek, szúrom a nyakam. Heréket elő. Vége? Richard. Hú, ő volt Richard. Richard, I'm so sorry. I had no choice. Tehát Richard már totálisan mutálódott, de ott volt emberi formában, utána meg ott volt ez a nagy genyó. Most akkor mi van? Na Ácsi, megtaláltuk a kopasz barátunkat. Segítsetek értelmezni. Tehát találkoztunk most a kopasz barátunkkal, akinek láttuk az emberi formáját, majd megjelent mögötte ez a entitás, de most meg arról volt szó, hogy ő volt Richard. Akkor mi volt az a humán forma? Tetszett egyébként ez a boss fight, hogy folyamatosan fagyasztanom kellett magam alatt a területet, mert megfertőzte kukacokkal, és abba belehaltam volna. Hogy egy báb volt a pici?
humán forma csak csali volt? Lehet. Flammable liquid. A highly flammable liquid that can set a hostile creature or area ablaze if hit with an incendiary... Press F and hold to aim. Nice, tehát akkor el tudok dobni egy ilyen olajos valamit, amit utána föl lehet gyújtani. Van ám teniszkönyöke is. Richard and his blue balls. Human forma csali volt, gondolom úgy, mint a lepkéknél. Ha, lehet, hogy úgy egy, lehet. De amúgy, tehát ő volt Richard, ez a hatalmas valami, és nézd meg a kék golyóját, tehát még beszkennelésnél is itt van a golyója. Ami ha ránézek, nincs a... Ez egy rossz bűvésztrükk, figyeld! Ha ránézel, eltűnik, ha oldalra nézel, ott van. Mi az? Mit mond a log róla? Nézzük meg! Minden egyes alkalommal, ha belépek újra, az összesen végig kell kattintani? Ezt hamar meg fogom unni. Na, nézzük! Alluvial King. Commander Robinson is dead. The signal led me to a horrible mutated creature that attacked me. I'm not even sure if there was anything left of the man I knew inside this monster. Hát akkor de ez ő volt. Tehát igazából ez a hatalmas cucc volt a Robinsonunk. Ugye Robinson. Ő volt a Robinson. Azt mondja, a hulking monstrosity that is the result of Commander Richard Robinson's terrible fate. His human DNA is transferred into his alluvial... Tehát az ő DNS-e belement ebbe az alluvial body and is filled with flesh-eating bile worms. The same can't be said for Robinson. Tehát akkor igazából a Robinsonnak a DNS-ét elszívta ez a valami, és a kettőből együtt lett ez. Így több értelme van, mint hogy ez maga Robinson. Nem, akkor igazából az a báb az csak arra szolgált, vagy hát az nem is báb volt, az tényleg a Robinson volt, csak annak el lett szipolyozva a DNS-e. Hát jó. És a messzi távolban megláttuk a Hermésznek a roncsait, most oda megyünk. Ez jó pofa boss fight volt, ez tényleg tetszett. Ötletes volt, hogy így több dologból állt. Viszont azzal a tüzessel annyira nem könnyű célozni, mert úgy van, nézzétek meg. Tehát úgy van, hogyha jobb klikkelek, és nyomva tartom, akkor betölt, de ezzel nem várhatok a végtelenségig, mert automatán ellövi egy idő után. Amúgy úgy lövi el, hogyha betöltöm és elengedem, akkor rögtön lő egyet. De sokszor nem jó betölteni, mert például annál, amikor a szívét kell lőni, sokszor csináltam azt, hogy sokáig vártam, de ellőtte egy idő után, mert nem ez a végtelenségi kitartani. De meg gondolom ott lesz hasznos, amikor a golyót eldobom. És akkor fölgyújtok vele egy területet. Azok elég nagy állatok. Jó. Még egyelőre nem akar megölni. This used to be a beautiful place.
De akkor ő ki? Hé, Pekel. Az előbb nem lőtte le rád, nyugi. Hatalmas dolgok vannak rajtad, amivel simán meg tudsz ölni. Oké, okay. Hát én meg megpróbáltam barátkozni vele. Electricity storage. Jó, most már akkor az elektromosnál is 4-jel nőtt a kapacitása a fegyvernek. Ami most már 14. Acidot még mindig nem tudok lőni. Úgyhogy nem arra tudunk menni. Ability point, nagyon jó. Megint kaptunk egyet. Azt mondja, hogy lehet olyan, hogy ugye több HP 20%-kal, vagy kevesebbe kerülnek a consumable-ök. A staminát most még nem érzem fontosnak, meg a reloadot se. Nem, most egyelőre legyen az, hogy kevesebbe kerüljenek, tehát hogy adott mennyiségű matiból többet tudja kraftolni. Ez az X mennyiségű fiber, ami elfér nálam, abból lehet, hogy akkor most már többet. De ezt meg is tudjuk nézni. Aha, most már 20 helyett 16-ba kerül például a heal. És most fogom kilootolni a... More equipment from the Hermes. I must be getting closer to the crash site. Jaj, ott a cica! Mike. Mint a Prometheus filmen, de egy picit olyan. I'll find you guys. Mr. Jefferson. Obtained plusz egy Jefferson. Azt mondja, plusz egy Jefferson. Jó, hány van belőle? Aha, ott vannak azok a röpködő medúzák. Na, most nem tudok több fibert fölvenni. Jó, most nem lövöm le őket. Ennek tetején ott van az izé. Jó, ez ami föl... Most vissza. Na, jó, most már egyre több ilyen poison cuccot lootoltam. Na várjál, most körbeértem? Legalábbis itt igen. Jó, mindegy, menjünk erre. Mert azt hiszem nem innen jöttem ki. Na, ott egy oszlop. Ez mi? Flash remains. Pillars everywhere. Töltődjünk fel. Na várjatok, menteni amúgy lehet? Na, akkor szerintem autómentés lehet a játékban. Ha, itt majd össze kell rakni egy hidat. Ah, oké.
Oké. Okay. Ez új. Flash alluvial. Unlike the stone-clad counterparts, these creatures still haven't formed their alluvial shell, so they have their flesh exposed. Ah, tehát ennek nincsen armorja. Tehát ezt lőhetem mindenhol igazából. Ilyenkor fogom mélizni, hogyha összeesik. Tehát ezek még ilyen alacsonyabb szintű alluviálok, mert nem tudták kinöveszteni még azokat a stone, vagy hát ilyen köves páncéljukat. Jó. Hát ennek semmi értelme. De figyelj! Hagyd töltsek már újra! Ó, te. Erre most inkább ezzel híleljünk föl. Nem tudom, miről szól a játék, mert mi csak most játszunk vele. Majd kiderül a sztori. Jó, ezzel szépen fölhíleltük magunk. Master Survivor. Oké. Okay. Na, hát igen. Ez az ammóm egy kicsit oda veszett. Kicsit sokat lőttem el belőle. De hogyha kifogy, akkor vissza fog tölteni ugye 25%-ot. Ezt most önmondott komolyan. Jó, így fogunk spórolni, hogy ellőjük a szívét. És utána a másik típusú tölténnyel megöljük. Na, azok viszont fölfognak... Várjál? De jó. Végülis ez is megoldás. Jó, ezeket nem lehet lőni. Ott egy kocka. Ezek a hangok. Még a cryót is használjuk, mert akkor lefagyasztom. Lehet, hogy az is jó végül is. Csak hogy spóroljunk kicsit a töltényekkel. És fontos lesz majd a stamina is, mert ugye abból tudok csak dodge-olni. Mondjuk milli attackot nem igazán használunk. Egyelőre nem tűnik megérősnek. Lehet föl... Aha, egy kocka. Egy kis fiber. Ability point. Na, nézzük akkor. A
plusz HP most már nem tűnik rossz gondolatnak. Na várj, mi van a tier 2-be? Dealing a killing blow with a melee weapon heals 25% of health. Wow! Ha kivégzek valakit millivel, 25% HP-t visszatöltök. Kate's immune system is 45 and status effect duration is reduced. Az is jó. 20% chance that a gadget won't drain battery power when used. Hú, az is elég jó. Kate becomes immune to stagger and knockdown effects. Plusz egy health charge. One killing blow per save. Oh, egy extra HP. Igazából. És a végén, ha kirakom a tier 4-et... Na, várjál. Nem tudom, hogy ahogy volt. Azt mondja, hogy... Learn any three abilities in tier 2. Oh, tehát így összesen. Értem, tehát egyik másik oldal. Oké. Okay. Ammo cap and fiber cap increase by 50%. Az elég jó. A 20% eséllyel, amit elhasználok, az visszatölti a... Igen. A pool scanner az erősebb lesz. Fú, jó! Ezek mind jók igazából. Hát, hogy arra kéne rámenni, hogy mindent kirakunk tier 1-be. Nem mondjuk, ennek nem sok értelmét látom, ez egyel több kapacitása a gadgeteknek. Ez gyorsabb reload, hogyha jól time-olok, gondolom ez is egy olyan, hogy elkezdesz reloadolni, és akkor rányomsz még egyszer az erre, akkor perfect reloadot csinál, mint amit láttunk már a... Azt hiszem az a Returnal-ba volt ez a perfect reloados dolog. Nem, először adok egy olyat a plusz 20% HP. Ugye a Returnal-ba volt ez a perfect reloados minigame. Mivel mindenfele nézelődök és kapom ezeket a lila kockákat, szerintem talán még ki is lehet rakni minden talentet. De ha nem, akkor is, hogyha jól láttam, van egy olyan, hogy reset all, és akkor újraoszthatod. Oké, remélem nem volt más irány, most én itt átmegyek. Nem. Itt azért lényegesen több lőszer találsz, mint a Dead Space-ben, mert itt igazából azok a növények, meg ilyen extra interaktálható cuccok, azok mind az ammót töltik vissza. Jó, nem tudok leesni. Túl sokat jöttünk enemy nélkül. Ó! Oh. Vele, ez volt a shortcut. Menj már! Ahogy is mozog, ahogy rálépek. Híd megmaradt, ugye? Meg. Ez mégis kell lenni az a gyorsabb reload? Igen, egyébként fog kell lenni. Nyugi, ez már halott. Ez lesz egy alluvial alfa? Recently killed. Bite wounds are approximately 6 inches deep. What could have done this? Hú, bazd meg. És akkor én most azzal fogok harcolni, ami ezt megölte? Ez szuperül hangzik. Anyád.
Log entry. Overdeveloped mandible is filled with razor sharp. Feliforme ripper. Extremities are very strong, allowing the creature to close the distance to its prey quickly. Igen, ők gyorsak, tehát a fogyasztás ez nem volt egy rossz gondolat. Biztos vagyok benne, hogy még fog jönni. Kérdés az, hogy mennyire kell itt szétnézni. Ne fogyasszuk el a staminát, mert lehet, hogy dodge-olni kell. Aha, tényleg nagyon gyorsak. Viszont nem olyan nehéz megölni, tehát nem feltétlen kell ez a státusz effektes kombó, mert a pofán lövöm párszor és jók vagyunk. Még mindig az elektrik lövés az, ami a leg... hát megbízhatóbbnak tűnik, hogy így mondjam. Ez a pontosan lehet legalább lőni. Később ez a scan, ez szerintem hasznos lesz. Mert volt rá talent is, hogy ugye az előbb is, amikor a bossnál szkenneltem egyet, akkor mutatta a weak pontot. És ez később szerintem fontos lesz. Hát ez például ad 7 darab elektrik ammót. Tehát azért ez nem dead space-es. Itt azért van ammó bőven. Ezért akarok körbenézni. Legyen a több stamina most. Jó, egyszer ki kell próbálni, hogy mi van, ha reszetelek. Visszakapok mindent. Nice, tehát a tier 2-höz az kell, hogy tier 3-ból elköltsek 3 pontot. 20% chance that a consumable will reconstruct itself and not be drained when used. Pulse scanner gets an attachment and can now highlight all interactive objects and resources in the area. Hát ez fontos, de egyelőre ez nem segít a túlélésemben. Viszont ami segít, az a több heal, az must have. Én ezt most kihagynám. Az extra resource-t és a 20%-kal kevesebbet, ezt most kihagyom. Adok inkább egyet a... Adok egyet a HP-nak és a staminának. Így már rakhatok tier 2-be egy pontot. Itt van, hogy az ammo és a fiber 50%-kal több fér el nálam. A gadget won't drain battery, azt hagyjuk. A status effect duration-t hagyjuk. Ez elég jónak tűnik, csak egyelőre én nem láttam, hogy melee-vel tudtam volna kivégezni valakit. Tehát itt most én kettőn gondolkodnék. Vagy azon, hogy az ammóból és a fiberből 50%-kal többet tudok elvinni, vagy az, hogy amikor consumable-t használok, akkor 20%... Nem. Menjünk a fix dolgokra. Jó? Fixen többet hílelek, fixen több a HP-m, fixen több a staminám, és fixen többet tudok elvinni valamiből. Az ilyen százalékosan proccoló dolgok lesznek szerintem másodlagosak. Tehát most arra kéne rámenni, hogy a tier 3-hoz eljussunk, ergo még 2 darab tier 2-t kell kiválasztani.
Abba szerintem viszont akkor kénytelenek leszünk százalékosat belevenni. Ez nem tetszik, mert annyira nem használom még a gadgeteket. Lehet, hogy később fontos lesz, most még nem látom annyira értelmét. Az, hogy a státusz effektek 30%-kal kevesebb ideig vannak rajtam, jól hangzik, ha majd sokkal többször lesz rajtam. Egyelőre annyira nincs sokszor. Ezt tökre szeretném, csak még egyelőre nem látom azt, hogy ki tudok kivégezni mélibe. Viszont a Pulse Scanner összes interaktív objektet megjelöli, hát az max ilyen kényelmi dolog, mert amúgy is elmegyek minden irányba, tehát fölfedezem. Úgyhogy akkor lehet, hogy mégis százalékosba fogunk beletenni, 20-at abba, hogy a consumable nem költi el magát, meg akkor 20-at abba, hogy a gadget nem költi el magát. És utána már át tudok menni tier 3-ba. A tier 3-ba van egy extra élet lehetőség, plusz egy heal eddig viszi a primet. A stagger and knockdown effect az is jónak tűnik. Jó, ezen majd foglalkozunk akkor, ha odaérünk, de kb. Így gondolkodnék így első körbe. Csak a Revellio, tényleg. Revellio. Ez például egy nagyon-nagyon jó dolog. Ez szerintem valamilyen szinten minden játékba kellene alapnak venni, hogy az elköltött pontjaidat akármikor visszaoszthasd negatív hatás nélkül. Mert érted, így tudja az ember gyakorolni, meg kipróbálgatni, meg tesztelgetni, hogy akkor melyik tetszik neki, hogy tetszik neki. Szerintem ez egy jó dolog. Mészárszék. Bite marks. They were shredded into pieces. They must have been killed by those monsters nearby. Igen. This was someone close to you, wasn't it? De akkor is ki ez a hologram? Save your people. Stop the custodian. Save your people. Én tudjátok most így mire gondoltam hirtelen? This holographic technology is incredible. Hogy elképzelhető. I think I could use it to make something useful. Some kind of distraction. Holographic emitter crafting weapon. Igen. Ja, egy... vágom. Egy olyan gadget, amit eldobok, és akkor arra mennek rá az enemik. Azt támadják. Ja. Aha, értem. Jaj. Nem haszontalan cucc, nem haszontalan. Ja, szóval tudjátok, nekem az jutott eszembe, hogy elképzelhető, hogy ezek a lények, tehát ezek, ugyanabban a cipőben járnak, mint én. Hogy ők is meglátták ezt a háromszöget, gondolom az ő bolygójuk környékén. Ide jöttek, azt meghaltak. Én nekem így elsőre most ez jutott eszembe, hogy mivel nem tűnt ez a csaj sem nagyon gonosznak. Nem, simán benne van a pakliba, hogy ők is csak elszenvedői ennek az egésznek. Igen, a kicsi pókokat, azokat lehet mílizni a heal miatt, csak most érted, az is azért egy elég situational dolog. Mert egy boss fightnál például nincsenek pici, tehát hogy abból keveset tudok profitálni. De értem, amit mondasz, tehát hogy lehet azokon felhílelni, csak...
Revelio! Mi ez? Jó, ez ilyen kis majom hang. Halljátok? Hát igen, ők láthatóan fejlettebb cuccokkal operáltak, és nekik nagyon nem jött össze. De tudod, csomó ilyen film volt már, amikor a primitívebb megoldások gyakran hasznosabbak, mert az, mondjuk, hogyha az ellenfél már túl fejlődött, akkor lehet, hogy azokra a primitív eszközökre nincsen felkészülve, mint ami nekünk van, mint például egy Tesla fegyver, érted? Jó primitív fegyver. De hogy simán lehet, érted? A Predator is bekented magad szarral, azt nem látott. Gondolt volna erre? Nem. Mert ő már túl fejlett. Jó, azt majd akkor, amikor közel vagyok hozzá. Na jó. The crash site must be close. I hope Tim and Mike are alive. Igen. Na hát jó hírem van, megint jobbról hallom azt a szart. Jó van, jó lesz ez, ez hasznos lesz. Ez a tönk mozgása, ami a csajnak van. Oké, nekünk ugye 2 pontot kell összeszedni, akkor lehet elkölteni majd még egy talentre. Nektek eddig hogy tetszik a game, srácok? Bejövős? Na, nem is tudok felmenni. Na, lássuk, az mit csinál. Aha. Ja, csak azt most eldobtam egyre. A basz, hogy meg honnan jöttél? Nem is láttam. Aha, ez most töltött egy charge-ot, nagyon jó. Az meg még egy charge-ot, szuper. The thrusters burned out. Robinson must have used maximum power to avoid the crash. Ó, ez ilyen... Aha, opcionális rész. Current Augmenter. Crafting component. Enables Vera electricity to pass through enemies. Ez jó, innentől kezdve van egy ilyen piercing effekt majd a... az elektronyoson, hogy átmegy az enemiken. Ez hasznos. És az előbb láttam egy olyan talentet, ami arra épít, hogyha az egyik fegyverrel perfect reloadot csinálok, akkor az összes fegyveremet reloadolja. Na, az mondjuk elég hasznosnak tűnik. És vajon az minden gadgetbe tölt egyet, vagy csak egybe? Jó, hogy föntről előttem ezeket szerintem. De biztos nincsen vége.
Ó, de jó. Ó, de jó, geci. Ahhoz képest elég gyorsan megoldottam, hogy ide mik spónoltak. Király! Kicsit unod már a questelős játékokat? Na. Very good cheap. Tudom, hogy amúgy volt-e haszna annak az eldobott gadgetnek. Hú, az mi volt ott fönt, ami ott elkúszott? Láttátok azt a giliszta-szerű valamit? Szerintem most fogunk vele találkozni is. De a hologram, a daginál nem az volt, hogy lefagyasztottam és úgy tudtam megkerülni? A hologram, hoppá. Ability point 2. Na, figyeljél! Most egész sokat használom egyébként a gadgetet, úgyhogy én megnézzük, hogy mi van az, hogy ha ezt benyomom. Ha látjátok esetleg majd triggerelni ezt a valamit, akkor szóljatok, jó? Most... Na, itt tudok majd víz, itt tudok esetleg visszamenni. Ha itt le, és akkor ott jöttünk körbe, jó. Ezek alapján akkor viszont a hologram az elég hasznos lesz. Az vezet akkor vissza. The Hermes, the hall is still intact. Damn, Mike, please be alive. Nehogy már, figyelj, négyen voltunk, abból egy vagyok én, egyet már megöltem. Még kettő emberrel fogunk találkozni, csak nem ilyen hamar jön a második. Merre nem lehet felmászni. Fallen... jó, mert azt akarja, hogy oda menjek. Ott egy kocka! Scar emblem. Nem tűnik annyira pozitívnak, hogy ez itt, ezt így itt megtaláltuk kint. Na, följöttem a hajóra. Ú, de jó. Király. With Robinson. Where is it coming from? Aha. Jó. Egy próbát megért. Jó, tehát meg kell keresnünk a kódot. Gondolom meg fogom találni valahol. Looks like Tam's handiwork. Login tree. Something is really wrong with Mike. I've placed him in the bio bed and I'm running tests, but his skin is changing. Ooh. Commander Robinson still hasn't returned. What did they encounter outside? Okay. Tehát Robinson eltűnt. Robinsonnal már találkoztunk, meghalt. Tamara és Mike viszont együtt voltak. És Mike-nak valami elkezdődött, valamilyen mutáció, gondolom. Ő berakta, Tamara berakta abba az ágyba, amit ugye abba a szobába láttunk a játék elején, abba a biobedbe, de mondta, hogy nem segít rajta, a bőrével történik valami. Tehát gondolom elkezdett átalakulni. Can't open it without a key card. Hát az nem egy kulcs.
És ez? Azt így most nem akarod engedni? Azt akarod... És az a történt valami? Nem. Jó. Kell egy kulcskártya. Ezzel... Ezzel nem tudok interaktálni. Na jó. Jöhet a Hermész. Haló? Jó napot kívánok. Én abszolút békés szándékkal jöttem. Ne tessenek megölni, jó? What is this metahedron? Why did it bring us here? Itt is... Ez olyan, mintha nem is a mi hajónk lenne, mert hogy ebben már vannak feljegyzések ezekről a zufókról. Vagy hát valamikről. Ehhez is kulcskártya kell, és Mr. Jefferson, képzeljétek el, ez nem egy kulcs. Mike? Mike, what happened? Look, where is Commander Robinson? No, no, no. Mike! I'll get you to the lab. Hang on. It'll be okay. Ezek alapján gondolhatjuk azt, hogy Robinson és Mike együtt voltak kint a fielden. Mike visszajött, találkozott Tamarával és blablabla, bla, bla, és Robinson meg kimaradt? Mert most mintha Tamara Robinsonról kérdezte volna Mike-ot. Nem tudom, lehet. Ja! Erre a Toxicity-ből jöjjünk ki. Remélem nem ő volt Mike. Jó, használjunk Fibert a healre. Itt a kulcskártya. Most ki tudom nyitni azokat, amik voltak. De valahogy megfertőzte a hajót is ez a cucc. Most én gondolnék esetleg arra, hogy mivel Mike be lett fektetve abba a biobedbe, lehet, hogy minek után ő befeküdt abba, azon keresztül megfertőzte volna a hajót? Electric Cutter Upgrade Damage Increase. No. Aha. If it can cut through plastic bulkheads, it can cut through anything. Na most már nem csak utility cucc... így már azért lehet, hogy izgalmasabb lesz ezt a millit használni. New personal ability, nézzétek csak. Kate is now able to deliver a devastating blow with her melee weapon. Press and hold to charge a stronger attack. Aha! Na, így már lehet, hogy van értelme annak a talentnek, hogy a melee kill-lel HP-t töltök vissza. Szépen összeállítám a dolog majd, meglátjuk. Itt nem volt se, de itt is volt egy kulcskártyás. Graduation day. Feels like it happened in another lifetime. 06-20-10. Oké, és azzal miért nem tudok még mindig interaktálni? Easy. Aha, most rekonstruálnom kell az eseményeket. Na ez mi? Blood sample seems to be contaminated by nanite units. They're manipulating his cellular structure. Does this mean that the mutations are artificially induced? Na ez az. Tehát a vére megfertőződött, és ilyen nanocuccokkal, vagy nem tudom, hogy nanoszellek fertőzik, vagy tapadnak hozzá? Tamara's computer. Ha.
Akkor ez lehet, hogy... Medical log. Mike's situation has become dramatically worse. The tumors on his body are now expanding at an exponential rate. Aha, nőnek a tumora. És ez az, amit mondtam, a laboratóriumra kezdett el terjedni a tumor. Construction is far too complex. However, I discovered it is constantly receiving a binary transmission. It looks like an instruction set. És folyamat? My hypothesis is that these nanites are controlled from the central source. If I'm able to find it, maybe I can instruct them to reverse the process. Igen, na erre gondoltam, hogy azok a pici részecskék, amik fertőzik, vagy ugye kapcsolódnak hozzá a vérhez, vagy hát ugye a DNS-hez, ebben az esetben gondolom, azok folyamatosan kapnak valamilyen impulzust, amitnél itt most arra gyanakszik a Choice, hogy ezt valami központi egység vezérli, és ezért kellene azt lekapcsolni. Tim recorded the coordinates to the computer. És látjátok? Tehát pont erre gondoltam, hogy befektette ide, és ez kezdte el fertőzni a hajót. Csodásan nézett ki. What has this place done to you? Fú, bazd meg. There is a wound in the upper torso, triangular in shape. It looks like it was made by a solid thorn-like projectile. Okay. Na, most szerintem még ott meg kellene találnom valamit. Ja? Medical log. Patient's body is covered by abnormal cancerous growth. Temp 39.8 degrees Celsius. Pressure highly irregular, 190 by 120. Heart rate 136. Pupils highly dilated. Inducting 120 cc's of protein synthesizer in hopes of lowering the body temperature and... Ah, tehát láza volt, és ez a rákos sejt, ez pedig elkezdett terjedni. Magas volt a vérnyomása, a szívverése. És itt még mit tudnék megnézni? Valamit még meg kellene tudnom nézni. Ott volt 1-2. Nem, itt kell tudnom még vizsgálódni. Nem az agyánál. Azt már examináltuk. Akkor mégis mibe? Patient's body is covered by abnormal cancerous growth. Temp 39.8 degrees Celsius. Pressure highly irregular, 190 by 120. Ja, ott van. Bloodstream is full of foreign bodies consisting of an unknown alloy. Na, rekonstruáljuk, ezt figyeljétek. Tim was analyzing Mike's blood and discovered that it's contaminated with unknown nanite machines. The nanite machines seem to be altering Mike's body, which means his condition is artificially induced. Tamara managed to isolate a single nanite unit and discovered a transmission that seems to be remotely controlling its operation. She went off to find it in hopes of reversing the process. Aha, és akkor Tamara azért tűnt el, mert megpróbálja megkeresni az egésznek ugye a forrását, hogy leállítsa, és talán visszafordítsa a folyamatot. Ebből kiindulva, ahogy kinéz a barátunk, nem úgy tűnik, mintha ez visszafordítható lenne.